152 újabb áldozata van a koronavírusnak itthon. A fertőzöttek száma csaknem 6300-zal emelkedett. A szigorítások ellenére sem javul a járványhelyzet a környező országokban, a kórházak egyre nehezebben bírják. Egyre több helyen kapcsolják fel a karácsonyi díszkivilágítást, azt mindenki tudja, ez az ünnep más lesz, mint a korábbiak. Tegnap volt a virtuózok első nemzetközi elődöntője, mind az 5 résztvevő országból egy-egy versenyző jutott tovább. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, itt az M1-en és a Dunán, Józsanett vagyok. Egy nap alatt csaknem 6300 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, és újabb 152 ember vesztette életét. A járvány halálos áldozatainak száma így már meghaladja a 4500-at, az aktív fertőzötteké pedig közelít a 150 ezerhez. Közben tegnap lezárult a szociális és egészségügyi, valamint az oktatási dolgozók tesztelésének első köre. Az országos vizsgálat sorozat eredményei a jövő hétre várhatók. Ha két csík fog megjelenni, akkor pozitív, ha egy csík, akkor negatív. Múlt hét pénteken kezdődött az országos tesztelés, elsőként a szociális dolgozókkal. Egyebek mellett idős otthonokban és nevelő otthonokban is szűrték a személyzetet. Mindenkit ingyenesen teszteltek, aki kérte, ugyanis a részvétel önkéntes volt. Szerencsére negatív eredményeket kaptunk, tehát mindenki egészséges, úgyhogy megnyugodhatunk mi is, a környezetünk is, hogy minden rendben van. Hétfőn pedig az egészségügyben és az oktatásban dolgozók tesztelése is elkezdődött. Az iskolákban, óvodákban, bölcsödékben 2000 orvostanhallgató végezte a szűréseket, ők egymást is tesztelték minden nap. Az orrból pillanatok alatt vettek mintát egy percával, és az eredmény is elkészült 15 perc alatt. A szűrés a dolgozókat és a gyerekek családjait is megnyugtatta. Családokkal találkozunk, ha nem is közvetlenül, csak közvetett módon a gyerekeken keresztül. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk róla, ha valami probléma adódik, ha valakinél pozitív eredmény születik, tehát vigyáznunk kell egymásra, és mi így tudunk vigyázni a lakosokra és elsősorban a gyerekekre. Az oktatási intézmények tesztelését a kormányhivatalok szervezték, a végrehajtásban pedig kormánytisztviselők is segítettek. Elsősorban az emberek védelme, az emberek egészségének és életének védelme, és a vírus terjedése, csökkentésének fékezése. Másrészt hozzájárul ahhoz ez a tesztelési folyamat, hogy Magyarországon pontosabb képet kaphassunk, hogy az egyes célzott szakmacsoportoknak milyenek az átfertőzöttségi mutatói. Egy hét alatt mintegy 17 ezer helyszínen csaknem 370 ezer ember teszteltek antigén gyors teszttel a szociális, oktatási és egészségügyi intézményekben. Az országos tesztelés összesített eredményei a jövő hét elején jelennek meg. A PCR vizsgálatok alapján pénteken 6268 új esetet azonosítottak, amivel 200 ezer fölé nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt 152 újabb áldozata volt a vírusnak, többségében idős, krónikus betegek. Ezzel az elhunytak száma átlépte a 4500-at. Jelenleg 7536 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 644-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Több mint 4000 orvost, medikust, rezidást, ápolónőt készítettünk fel. Elegendő szakember áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ország túljusson a járvány kritikus szakaszán, mondta az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós kiemelte, tavasz óta több ezer egészségügyi dolgozót készítettek fel a vírus elleni küzdelemre, akik az elmúlt hónapokban gyakorlati tapasztalatot is szereztek. Egyik része digitális oktatás volt, digitális továbbképzés. A másik formája pedig az volt, hogy medikusokat, orvostanhallgatókat, sőt orvosokat is azokba a kórházakba vezényeltük át hosszabb, rövidebb időre, amelyek COVID-fertőzötteket gyógyítottak, egyszerűen azért, hogy ismerkedjenek a teendőkkel. A miniszter leszögezte, az egészségügy működése a járvány idején is biztosított, de ez csak úgy őrizhető meg, ha az emberek betartják a szabályokat és nem terhelik túl az ellátórendszert.
Jövő héten elindul a regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra, amelynek célja, hogy felmérjék, hogy Magyarországon hányan szeretnék beadatni maguknak a vakcinát. Erről a Délpesti Centrum Kórház osztályvezetője beszélt az M1-nek. Szlávik János úgy fogalmazott, bár még nem lehet választani a különböző oltások közül, de tájékoztatni fogják az embereket arról, hogy milyen oltóanyagok érkeznek, és azok mennyire hatékonyak, illetve biztonságosak. Hangsúlyozta, a vakcinák vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy nincs hosszú távú mellékhatásuk. Világszerte egyetértés van abban, hogy az elsők között az idős beteg emberek kapják meg az oltást, hiszen ők vannak leginkább kitéve a koronavírus veszélyeinek és szövődményeinek. Ezt követően az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok, a katonák, azok az emberek, akik egy ország működésért felelősek, kapják meg az oltást. Természetesen az oltás ingyenes és önkéntes, tehát aki gondolja és szeretné magát beadatni, szeretné magát megvédeni a koronavírus fertőzés szövődményei ellen, azt javaslom, mindenképpen vegye fel az oltást, mert egyelőre a védekezés mellett a jövő az oltásoké. Továbbra is a vakcina a legolcsóbb és a leghatékonyabb megoldás a koronavírus ellen, erről beszélt az M1-en Duda Ernő virológus. A szakértő példaként említette, hogy a fekete himlő volt a világ egyik leghalálosabb betegsége, de mára az oltások segítségével sikerült kiirtani. Duda Ernő hangsúlyozta, a koronavírus kapcsán nincs értelme nyáimmunitásban gondolkodni, mert nem alakul ki a kellő mértékű védettség a fertőzésen átesettek között. A virológus kiemelte, ezek a vakcinák azért készülhetnek el ilyen gyorsan, mert nem egy teljesen új vírusról van szó. Lényegében, mire valameddig eljutottak volna a vakcinákkal, addigra már a járvány megszűnt. Tehát amikor ez a vírus megjelent, akkor nem a nulláról kellett elindulni, hogy valamiféle védekezést ellene kialakítsunk, hanem lehetett bazírozni azokra erőfeszítésekre, amelyek 10 vagy 18 évvel ezelőtt már elkezdődtek. Ismét álhíreket terjesztettek baloldali internetes portálok, ezúttal azt, hogy baj van a zalaegerszegi kórház lélegeztetőgépeivel. Az ellenőrizetlen információkkal kapcsolatban nem várták meg az intézmény válaszát, pedig a kórház tételesen cáfolta a szóbeszédeket. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a műszaki hibák nem veszélyeztettek életeket, és arra is, hogy rengeteg tartalékberendezésük van. Ismét álhírt terjesztett több baloldali hírportál. Ezúttal a Népszavában jelent meg péntek reggel egy hír, miszerint nem működik kifogástalanul minden lélegeztetőgép Zalaegerszegen. Azt is írták, hogy több alkalommal is meghibásodtak a lélegeztetőgépek a Zala megyei Szent Rafael kórházban. Ahogy fogalmaznak, a hírt megerősítette nekik az intézmény két dolgozója is, de azt is elismerték, hogy még a forrásaik sem tudták, hány ilyen eset volt, és okoztak-e veszélyt. Az álhírt több baloldali portál is átvette, így szinte azonnal leközölte a többször hasonló ügybe keveredett Index is. Ráadásul a hírportál azt a címet adta az álhírnek, hogy meghibásodtak a lélegeztetőgépek a zalaegerszegi kórházban, mintha az összes ilyen készülék elromlott volna. A zalaegerszegi Szent Rafael kórház még aznap cáfolta az álhíreket. Egy helyi internetes portálnak azt nyilatkozták, hogy a sajtóban megjelenő félrevezető és hangulatkeltő írásokkal szemben a valóság az, hogy a Zala megyei Szent Rafael kórházban a lélegeztetett betegek ellátása garantáltan biztonságos. Mint írják, az említett korszerű lélegeztetőgép maga küld üzenetet, ha a működésében a legkisebb zavar is támad. Ennek is köszönhető, hogy a személyzet a pácienseket azonnal másik gépre helyezte. Leszögezték, hogy egészségkárosodás, haláleset emiatt nem következett be. Arra is felhívták a figyelmet, az intézményben olyan sok lélegeztetőgép van, hogy a hibával érintett típusú valamennyi gép kivonása után is közel 6-szor annyi lélegeztetőgépük maradt, mint ahány beteget jelenleg lélegeztetni kell. Vannak olyan hírek, amelyek jelentősen megnehezítik a tevékenységünket. Ezt már az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője mondta korábban az M1 kérdésére. Lakatos Tibor hozzátette, a hatóságok és a védekezés minden résztvevője nehéz helyzetbe kerülhet, ha álhírek kapnak szányra. Saját készítésű egyedi adventi koszorúkat ajándékozott a rendőrség a mentőszolgálatnak, a katasztrófavédelemnek és a honvédségnek. A mentősökén például mentőautó, a katasztrófavédelemén pedig tűzoltóautók vannak. A budapesti rendőrök ezzel köszönték meg a társszerveknek a koronavírus járvány alatti helytállásukat. Így az adventi időszak közelettével fogadjátok szeretettel a budapesti rendőrfőkapitányság
tematikus adventi koszorúját. Budapesten jelképes ajándékkal köszönte meg a rendőrség a mentőszolgálat munkáját. Eddig már kb. 60 ezer COVID-gyanús beteget szállítottunk, több mint 430 ezer mintavételt végeztünk. A mentők tényleg megfeszítetten dolgoznak, de ebben az időszakban, amikor a karácsonyra készülünk, szerintem az, hogy biztatjuk egymást, összefogunk, mi a segítő szervezetek képviselő is, ez azt gondolom, hogy mindannyiunknak erőt ad, ezért nagyon szép gesztus a rendőrségtől ez a koszorú. Első alkalommal adott át a budapesti rendőrfőkapitányság saját készítésű adventi koszorúkat a társhatóságoknak. A katasztrófavédelem is jellegzetes díszt kapott. A koszorúnak a külön érdekessége, hogy tűzoltó autókkal ékesítették rendőr kollégák, ez melengeti szívünket, hiszen egy létrás tűzoltó autó és egy sima tűzoltó autó is látható a koszorún. Lánctalpas jármű látható a honvédek koszorúján. A járvány elleni védekezésben a rendőrség szorosan együttműködik a katonasággal is. Nagyon fontos jelképe annak a feladatnak, amelyet most az ország érdekében a rendőrséggel együtt több ezer katona végez, azért, hogy a normális kerékvágásba visszatérhessen az ország minél előbb. A koszorúkat Német Veronika rendőrszázados gyermekeivel közösen készítette. Az első alkotás a rendőrkapitányságra került. Akkor a nagy sikere lett bent, hogy mi lenne a társzervnek. Társzerveknek is csinálnánk. Biztos mindenkinek jól esne ebbe az időszakba, ugye most már az adventi készülődés időszakában vagyunk, és akkor így csináltunk ugye egy mentőset, egy katonait és egy tűzoltósat. A hagyományos adventi koszorún 4 gyertya van, amelyek a reményt, a szeretetet, az örömöt és a békét jelképezik. Közülük az elsőt vasárnap kell meggyújtani. Most pedig nézzük a szomszédos országok járványügyi helyzetét. Szerbiában folyamatosan romlik a helyzet, ugyanis napról napra egyre több a beteg. Éppen emiatt újabb szigorításokról döntöttek. Jövő héttől digitális oktatásra térnek át, így az általános iskolák felső tagozatos diákjai, a középiskolások, a főiskolások és az egyetemisták hétfőtől online tanulhatnak. Emellett néhány kivétellel a boltoknak legkésőbb este 6-kor be kell zárniuk, de az utcákon kötelező a maszk használata. A szomszédos országban nagy gondot jelent az is, hogy az orvosok és az ápolók közül is sokan betegek. Részletek Szabadkáról, Loboda Árpádtól. Az egészségügyi rendszer nagyon-nagyon le van terhelve. Kórházi betegágyak alig vannak már szabadok. Különböző úgymond tábori kórházakat alapítottak, például a belgrádi aréna épületét teljesen átalakították Covid kórházzá, számos kórház, csak hogy nem bezárt, vagy pedig több osztályát is átalakították Covid osztálya. Nagyon komoly a helyzet, ezért is kérik tőlünk a Szerbiában élőktől, hogy az intézkedéseket tartsuk be, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra azért, hogy el tudjuk úgymond laposítani ezt a járvány görbét. A vírus megjelenése óta 2343 egészségügyi dolgozó betegedett meg, 66-an szorulnak kórházi ellátásra, tehát ez a legnagyobb probléma. Ukrajnában sem jobb a helyzet, ismét gyorsuló ütemben terjed a koronavírus járvány. Egy nap alatt több mint 16 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és 2000-nél is több beteg került kórházba. A szomszédos országban ismét hétvégi karantén van, ez már a harmadik. Ez azt jelenti, hogy szombaton és vasárnap az élelmiszerboltokon, a gyógyszertárakon és a közösségi közlekedésen kívül semmi sem működik. A hatóságok egyelőre kivárnak, azt mondták, megnézik a mostani hétvégének az eredményét, és csak azután döntenek az esetleges újabb szigorításról. Ukrajnából K. Debreceni Mihály jelentkezett. Ukrajnában is belefáradtak a korlátozásokba, pedig azok nem is annyira szigorúak, mint Európa más részein. Van tiltakozás is, főleg a kiskereskedők részéről a hétvégi karantén ellen. Volt, ahol tüntettek is ez ellen, hogy hétvégén be kell zárniuk az üzleteiket, de most már bírságolnak is a maszk használat elmulasztásáért is a zárt közösségi helyeken. Viszont eddig csak pár ezer bírságról érkezett hír. Például Kijevben a járvány kitörés óta 6000 eljárást indítottak, és a hatóságoknak jelenleg a hétvégi karantén betartásának ellenőrzése az új kihívás. Erre csak a fővárosban 1000 járőr van kivezényelve.
Szlovéniában sem javul a helyzet, pedig ott már hetek óta nagyon szigorú intézkedések vannak érvényben. Egy hónapja szinte teljesen megállt az ország, javulás viszont egyelőre nem nagyon látható. Emiatt a szlovén kormány meghosszabbította a már érvényben lévő intézkedések nagy részét. Zárva tartanak az óvodák és az oktatási intézmények, a tanítás továbbra is digitálisan zajlik, az üzletek is zárva vannak, és marad az éjszakai kijárási tilalom is. Lendváról Magyar Lovrics Mirjana jelentkezett. Míg az elmúlt héten úgy is tűnt, hogy a járvány második hulláma már tetőzött, kevesebb volt ugyanis a napi új esetszám. Azt várta tehát mindenki, hogy csökkenni fog a kórházban és az intenzív osztályon kezeltek száma, ám nem ez történt, sőt ezek a számok még sosem voltak ennyire magasak, mint most, és vonatkozik ez a halálesetekre is. A 2 milliós országban eddig összesen 1293 személy vesztette életét a koronavírus következtében, ebből csak novemberben 930-an. Szlovéniában tehát továbbra sem tapasztalható lényeges javulás a járványhelyzetet illetően. Belgiumban valamelyest lassult a járvány terjedése, ezért hétfőtől újra kinyithatnak azok a boltok is, amelyek nem alapvető cikkeket árusítanak. Oszlóban a nemzetközi repülőtéren újabb elbocsátások lesznek, mert a járvány miatt drasztikusan visszaesett a repülőtér forgalma. Svájcban kinyitnak a sípályák, de szigorítanak a járványügyi szabályokon. Bulgáriában viszont nem csökken a járvány terjedése, ezért újabb korlátozásokat vezettek be. Még minden redőnyre van húzva a brüsszeli boltok kirakatain, de december 1-től megkezdődik a lassú enyhítés. Kinyithatnak a nem létfontosságú árukat kínáló üzletek, igaz, szigorú feltételekkel. Egyszerre csak egy vásárló tartózkodhat bent, és fél óránál többet nem tölthet el ott. Az eladónak pedig szorosan figyelemmel kell követnie a higiéniai és távolságtartási szabályok betartását. A belga miniszterelnök felhívta a lakosság figyelmét, hogy ne utazzon senki a járványügyileg kockázatos helyekre pihenni vagy síelni. A belga hatóságok ezért megerősítik a határ és karantén ellenőrzéseket is. Szélesebb körű enyhítéseket csak akkor vezethetnek be az országban, ha az új fertőzések napi száma 800, a kórházi felvételeké pedig 75 alá szorul. Jelenleg naponta átlagosan 2700 új fertőzöttet azonosítanak. A kijelzőt törölgeti egy takarító az oszlói nemzetközi repülőtéren. Utas alig van, a járvány miatt töredékére csökkent a forgalom. Régen csak ritkán tudtam ezt letakarítani, mindig sorok kígyóztak, így nyomtatták az utasok a jegyeiket. Mondta a repülőtér alkalmazottja hozzátéve, valószínűleg már nem fog sokáig ott dolgozni. Az oszlói repülőtér eddig 3500 munkavállalójától vált meg, és most újabb 1500 dolgozót bocsát el, köztük a biztonsági személyzetet, a takarítókat és az eladókat. Emellett a repülőtér környékén lévő szállodák is felfüggesztették működésüket. Svájcban 2 hetente a felével csökken a koronavírussal fertőzöttek száma. A svájci egészségügyi hivatal folyamatosan vizsgálja, hogy kell-e módosítani az ország járványügyi stratégiáját, különös tekintettel arra, hogy megkezdődött a síszezon. Mivel Franciaországban zárva vannak a pályák, egyre többen választják az alpesi országot. A hatóságok a sípályák működtetőinek a szigorúbb járványügyi előírások betartását ajánlották. Kapcsolatban vagyunk a felvonók hegyi vasutak működtetőivel, és megvitattuk a jelenlegi helyzetet. Az alapján, amit tapasztaltunk, a járványügyi intézkedések szigorítását javasoltuk ezeken a helyeken, mondta az egészségügyi hivatal vezetője. Nyitásra készülnek a spanyol sípályákon is. Optimizmusra ad okot, hogy az országban már 3. hete lassul a koronavírus terjedése. A hatóságok úgy vélik, a síelés biztonságos sport, hiszen nyílt téren történik, az emberek egymástól távol vannak, a felvonókban pedig a használók számának korlátozásával is betarthatók a szabályok. A gondot a síelésekkel együtt járó társasági élet jelenti. A járványügyi szakemberek ennek a szigorításán dolgoznak, azaz a hegyi pihenők, éttermek és klubok működésének korlátozását tervezik. Előzetes becslések szerint ez 3000 munkahely megszűnését eredményezné. Bulgáriában viszont szigorítanak.
A pénteken életbe lépett korlátozások értelmében bezárnak az éttermek, a bevásárlóközpontok, az edzőtermek, a kávézók és az éjszakai szórakozóhelyek. Tilos a külföldi és a belföldi utazás, az iskolák pedig digitális oktatásra térnek át. Betiltották a 15 főnél nagyobb gyülekezéseket is. Az országban azért vezetnek be korlátozásokat, hogy csökkentsék az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terheket. Eközben a héten tiltakozók lették el Szófia utcáit, akik az új rendelkezések ellen tüntettek, valamint a kormány lemondását követelték. Hol a szigorítások, hol az enyhítések ellenére az egész világ szerény karácsonyra és újévi ünnepekre készül. Spanyolország a városok dísz kivilágításával igyekszik ünnepi hangulatot teremteni. A franciák a hagyományos élelmiszerek beszerzésével indítják az advent első vasárnapját. A bécsi filharmonikusok pedig megígérték, lesz koncert január 1-én, csak még azt nem tudni, hogy közönsége vagy anélkül. Egy nappal advent első vasárnapja előtt már fényárban úszik a spanyol főváros. A díszkivilágítás bekapcsolásával hivatalosan is elindult a karácsonyi szezon, egy kis ünnepi hangulatot csempészve a járványtól csak nem leginkább sújtott európai országba. És bár az utcákon nincs sok turista, a helyiek nagy élvezettel fényképezkednek a szebbnél szebb fénykompozíciók előtt. Ebben az évben különösen dicséretes, hogy a spanyol zászló színeivel is kivilágították az utcákat. Azt hiszem, ez bizonyos szempontból emlékeztet bennünket azokra, akik már nincsenek velünk, mondta egy madridi lakos. A koronavírus járvány által okozott gazdasági visszaesés ellenére a madridi vezetés most többet költött a több mint 200 utca dísz kivilágítására, mint tavaly. A költségek meghaladják a 3 millió eurót, ez csaknem 1,1 milliárd forint. A franciaországi Lyonban is kigyúltak már a fények, és a karácsonyfák árusítása is megkezdődött. Gőzerővel dolgoznak a cukrászok is, azt mondják, az éves bevételük 40%-a a karácsonyi időszakhoz köthető, és ezt a lehetőséget az idén sem szalasztják el. Azt hiszem, hogy a franciák nem hagyják ki ezt a karácsonyt sem, és a hagyományos sütemények, mint például a karácsonyi csokoládétorta, nem hiányozhat az ünnepi asztalról, mondta egy lyoni cukrászmester. Az emberek pedig úgy segítenek a kisiparosokon, hogy az ő termékeiket vásárolják meg. Bécsben még nincs kivilágítva a világ egyik legismertebb koncertterme, a Musikverein, de a falain belül nagyban készülnek már az újévi koncertre. Vagyis jövő év január 1-én lesz koncert, de a bécsi filharmonikusok az egészségügyi minisztérium döntésére várnak, hogy kiderüljön, engedélyezik a hallgatóságot vagy nem. Lesz újévi koncert, nagyon-nagyon szép programunk van. A nagy kérdés most az, hogy hány embert köszönhetünk majd itt személyesen a koncertteremben. Kidolgoztunk egy egészségügyi koncepciót, ami nekem jónak tűnik. Minden esetre azt megígérhetem, hogy 2021-ben fellépünk Riccardo Mutival, mondta a bécsi filharmonikusok vezetője. A koncertet idén is mintegy 100 ország közvetíti majd, így a televízió segítségével 50 millió ember élvezheti élőben a világ egyik legismertebb komoly zenei eseményét. Újabb több mint 60 milliárd forintos támogatási keretet nyitottak meg azoknak a vállalkozásoknak, amelyek fejlesztéseikkel vállalják, hogy nem bocsátják el a náluk dolgozókat, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a támogatásra negyed óra alatt több mint 360 cég jelentkezett. A miniszter kiemelte, a legfontosabb gazdasági feladat most az, hogy megvédjék a magyar emberek munkahelyeit. Ebben a küzdelemben azok a vállalatok a legszorosabb szövetségeseink, amelyek vállalják most a nehéz körülmények ellenére is, hogy fejlesztenek, mert a mostani fejlesztések, a mostani beruházások jelentik a garanciáját a meglévő munkahelyek megvédésének. Ezért a kormány támogatást nyújt azoknak a vállalatoknak, amelyek a fejlesztéseikkel vállalják, hogy nem bocsátják el a náluk dolgozókat. Egy újabb 61 milliárd forintos támogatási keretet nyitottunk meg mindenre.
10 évvel és másfél hónappal a kolontári tragédia után véget ért a Vörösiszap katasztrófa büntetőügye. A kúria fenntartotta a tavalyi jogerősítéletet, amely szerint 3 vádlottnak kellett börtönbe vonulnia. Ők tegnap mindhárman távmeghallgatással a börtönből kapcsolódtak be a tárgyalásba, de hiába támadták a korábbi ítéletet és a bírósági eljárást, nem jártak sikerrel a kúrián. A MOL ZRT volt vezérigazgatója, a kecskeméti, a cég egykori műszaki igazgatója és üzemvezetője pedig a szombathelyi börtönből távmeghallgatás útján követte a határozathirdetést a felülvizsgálati eljárásban. A tét az volt, hogy a kúria fenntartja-e a győri ítélőtábla tavaly decemberben meghozott jogerős ítéletét, vagy új eljárást rendel el. Hatályában fenntartja. A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, és ebben az ügyben sem az indítvány előterjesztője, sem azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be. A MOL ZRT elítélt vezetői elfogultságra és eljárási szabálytalanságokra hivatkozva szerettek volna új eljárást. A kúria azonban úgy ítélte meg, hogy a táblabíróság ítélete törvényes volt. A döntés indoklásában Márki Zoltán tanácselnök hangsúlyozta, az iszapömlés nem természeti katasztrófa volt, hanem azt sorozatos emberi mulasztások, köztük a MOL ZRT egykori vezetői okozták. Azt nem lehet mondani, hogy ebben az esetben mindaz, ami történt, az természeti elem csapása. Olyan, ami viszmajor, ami ellen minden egyes jog felteszi a kezét. Azt nem lehet mondani. A kúria szerint a MOL ZRT vezetőinek tisztában kellett lenniük azzal, hogy a megengedetnél nagyobb töménységű lúg és a 500 000 köbméter vízzel túlterhelt tározó időzített bomba. Anyag és energia. A víznek az az energiája, hogyha jön, akkor mindent letarol. Egy ekkora mennyiség mindenképpen. A bíró külön is megemlítette, hogy a MOL ZRT egykori vezérigazgatója igyekezett elbagatellizálni a gátszakadás következményeit, és ezzel hátráltatta a mentést. Az ajkai polgármester társaságában a mentést irányító devecseri polgármesternek Devecserben azt mondja, hogy az anyag nem mérgező, nem kell megijedni. A Vörösiszap katasztrófa felelősei közül a MOL ZRT egykori üzemvezetője legkorábban jövő nyáron, műszaki igazgatója 2022 évelején, a volt vezérigazgató pedig 2022 nyarán szabadulhat. Egy autókat szállító tréler borult fel az M5-ös autópályán Kistelek határában a jármű Szeged felé tartott, amikor a szalagkorlátnak ütközött, és irányíthatatlanná vált. A tréler a stráda mindkét oldalát elfoglalta, így teljes útzár volt az érintett szakaszon, emiatt pedig több kilométeres kocsisor alakult ki. Nem sokkal ezután még egy baleset történt szintén az M5-ös autópályán. Akkor egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze Kiskunfélegyháza térségében. A kis teherautó sofőrje későn vette észre a feltorlódott kocsisort és belecsapódott az előtte lévő kamionba. A sofőr súlyosan megsérült, a helyszínről kórházba szállították. Többszörösen körözött férfit fogtak el a mátészalkai rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon. A férfi ellen 3 elfogató parancs volt érvényben, végül az egyenruhások egy közúti ellenőrzés során fogták el egy autó utasaként. A hodászi férfit lopással gyanúsították, viszont a jogerősen kiszabott börtönbüntetését nem kezdte el letölteni. Most a rendőrök előállították, kihallgatták, és a büntetés végrehajtási intézetbe vitték. Aligátorteknőst, krokodilt, kígyót és kábítószer gyanús növényi palántákat is találtak a rendőrök egy dunaharaszti házban. A szigetszentmiklósi rendőrök egy bejelentés miatt vonultak ki a házhoz, ahol eredetileg drogot kerestek, de még ők is meglepődtek, amikor a veszélyes állatokat megtalálták. A kihallgatás során kiderült, hogy a férfi nem értett megfelelően ezekhez az állatokhoz, engedélyesen volt. A férfi ellen kábítószer birtoklás és veszélyes állattartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. Zenés bulit tartottak a napokban az éjszakai kijárási tilalom idején az MSZP 8. kerületi irodájában. Erről számolt be egy internetes portál. És egy videót is mutatnak, látni és hallani, hogy dübörögnek a retro slágerek a szocialisták irodájánál. A helyi MSZP arra hivatkozott, hogy megvárták a hajnali 5 órát, addig nem léptek ki az utcára.
dömbölnek a retro slágerek a Józsefvárosi baloldal egyik irodájában. Ezt a videót egy helyi hírportál osztotta meg. Az egyik olvasójuk készítette még keddéjjel. A felvétel szerint a kihalt utcán is hallható volt, ahogy a bent lévők hangosan énekelték a dalokat. Poros ablakok, pókháló mindenhol és egy üres alkoholos üveg. Így néz ki a Józsefvárosi Szocialisták irodája nappal. A környéken lakók szerint gyakoriak itt a keddihez hasonló éjjeli összejövetelek. Többször van itten ilyen, hát ilyen többen vannak, és zene megy, hát gondolom, hogy ünnepelnek, vagy ki tudja. Pikó András, a kerület baloldali polgármesterek korában a videót megosztó portálnak úgy reagált, hogy tudomása szerint a Bacsó Béla utcai irodában nem tartottak bulit. Ugyanakkor, ahogy fogalmazott, tudomása szerint a zenehallgatást nem tiltották be. Az ügyben mi is kerestük a kerület polgármesterét. Kíváncsiak voltunk, mi a véleménye arról, hogy a környéken élők szerint a pandémiás helyzet ellenére is többször tartottak a keddihez hasonló bulikat, és arra is, hogy biztonságosnak tartja-e a zenés mulatságokat a járvány idején. Pikó András válaszában azt javasolta, hogy az MSZP irodában történtekről a Józsefvárosi MSZP-t keressük. Kérdéseinket elküldtük a helyi szocialistáknak is, ők figyelmünkbe ajánlották a korábbi közleményüket, amiben a felvétellel kapcsolatban azt írták. Az MSZP irodájában kedden este 4 fő tartózkodott, viszonylag gyakran előfordul karácsony előtt, hogy néhányan sokáig bent maradnak. Állításuk szerint ilyenkor adományokat szortíroznak és csomagolnak. Ők is arra hivatkoztak, hogy tudomásuk szerint a zenehallgatás nem tilos. Hozzátették, hogy a résztvevők kedden a kijárási tilalom végét megvárva hajnali 5 óra után hagyták el a helységet. Reagált az esetre Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki közösségi oldalán azt írta, az ügy a baloldal felelőtlensége című véget nem érő szappanopera következő epizódja. Amíg az emberek fegyelmezetten betartják a kijárási tilalmat, addig a baloldal egyik irodájában 11-kor bömböl a zene. Eltemették Halsz Józsefet a budapesti Farkasréti temetőben. A Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke életének 87. évében halt meg. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter búcsúbeszédében azt mondta, amit Halsz József tett, nem önmagáért tette, hívő és hitből élő ember volt, aki tudta, hogy mennyire fontos minden ember életében a közösség. Halsz József nemzeti elkötelezettsége, áldozatkészsége, rendíthetetlen jelleme, nagyszerű szervezőkészsége, a Rákóczi Szövetség megalapítását követő több mint 3 évtizedben magyar fiatalok 10 000-ei számára tette lehetővé, hogy átéljék a nemzethez tartozás élményét, hogy jöjjenek bárhonnan, megerősödhessenek magyarságukban. Tegnap volt a nemzetközivé vált virtuózok első elődöntője a klasszikus zenei tehetségkutatóban. 2-2 magyar, lengyel, cseh, szlovák és szerb tehetség mutatkozott be, és minden országból egy-egy versenyző jutott tovább. A következő adás jövő pénteken lesz. 5 ország, 5 nyelv, én pedig egyiket sem beszélem. Éppen ezért olyan nyelven fogunk kommunikálni, amelyet mindenki ért. Ez a nyelv pedig a zene. Így indította a virtuózok visegrádi 4-ek plusz a nemzetközivé vált klasszikus zenei tehetségkutató első elődöntőjét a műsor egyik házigazdája, a német Thomas Gottschalk. November 27-től mind az 5 résztvevő ország vezető tévécsatornáin, Magyarországon a Duna Televízióban azonos időpontban, péntek este 8:30-kor kezdődik a nemzetközi verseny. A 4 ország tehetségeit neves nemzetközi zsűri értékeli. Miklós Erika, magyar koloratúrszoprán, Nemanja Radulovic, szerb hegedűművész, Gabriela Bohácsova, cseh zenei fesztiváligazgató, Péter Valentovics, szlovák karmester, és Alicia Vegorzsevská, lengyel operaénekes. Ezen kívül minden adásnak van egy szuper zsűri tagja is. Ezúttal Gabriel Prokofjev, orosz-brit zeneszerző ülhetett a szuper zsűri székébe. Az első adásban Magyarországot a zongorista Rozsonics Ildikó és a csellista Smalcl Ella képviselte. Rozsonics Ildikó 5 éves kora óta zongorázik, a 14 éves versenyző már az előző adásban is lenyűgözte a zsűrit. Debussy Kertek az Esőben című művével pedig kivívta a továbbjutás lehetőségét. Rozsonics Ildikó. Csak pozitív véleményt kaptam, és ez így megerősítette az önbizalmamat is így utólag, és ez így nagyon jó volt. Rajta kívül egy lengyel, egy cseh, egy szlovák és egy szerb versenyző jutott még tovább. A következő adás jövő pénteken lesz.